akkor indítsuk. Akkor most egy kicsit nehezített, megint Imperium Galactica, de ez kicsit nehezített lesz, mert most úgy fogom végigjátszani, megpróbálom. Kicsit nehéz az, hogy mentést vissza nem fogok tölteni. Tehát csak biztonság kedvéért mentek, de nem töltök vissza. Így sokkal nehezebb lesz, viszont éppen ezért most maradjunk a normál nehézségnél. És persze, Krahennel, mert így legalább kikémkedni nem tudnak. Tehát ezért ennyi könnyebbség legyen benne. Induló 50 000 az maradhat. Bolygó lett 99. Játékos meg legyen 8. Hát most annyi nem, mert lehetetlen szinten azért nem, mert ott abszolút szerencsejáték. Mondjuk így is, de ilyet még nem játszottam, úgyhogy azért némi esélyt adjunk már magunknak. Tehát ez a inkább full biztonsági játék lesz. De hát lássuk, majd meglátjuk, mire megyünk. Szokásos kezdés, egy bolygó, egy flotta. Nézzük, mink van. Egy laborunk van. Nagyon gyorsan építünk. Még egyet. Megépítünk két tanklabort. Muszáj előre hozunk a tankfejlesztést. Legyen némi esélyünk. Vadászokat eladjuk azonnal, és amíg kolonizálunk, ennyi könnyebbség van a normálban a nehézhez képest. Javulja meg azt, hogy nem három, hanem négy rombolóval indulunk. Szokásos. Kettészedjük a flottát, kolonizáló külön. Egyet leválasztunk, amelyik kereskedőket fog gyilkolni, ha jönnek. Meg egy, ami túlálkodik a radarhatáron. Hát most ilyen, tehát mi voltak nem tudunk telepíteni, mert az is pénzbe kerül. És ilyen nem töltünk vissza. A pénzt majd nem basszuk el erre, mert az kell. Tehát kolonizáló mindent töltünk, hát most. Még viszonylag szerencsénk is van, hogy egy nagy gyártós bolygót sikerült. Így rögtön az elején. És persze ész nélkül se fejlesztünk. De amit lehet, persze nehéz romboló kifejlesztjük. És azért játszunk skillnist, nem pedig hagyjálatot, hogy a küldetések se fogjanak vissza. De muszáj két lábba ugrunk a tankfejlesztésekre. Nem lehet visszatölteni mentése, tehát hogy talán távadni is megfontoltabban kell. De azonnal támadunk. És persze a tankfejlesztés előre hozzuk, hogy tudjunk védekezni. Ez nagyon fontos. Gyártunk egy kolonizálót is. A kereskedők most nem jönnek annyira. És persze ész nélkül kolonizálunk. És lehetőleg mi mindig közeli bolygókat ünnepedezzenek fel. Tehát rá kell feküdni most a tankfejlesztési az űrhajó helyett. Jaj, hát nem lesz egyszerű. Kereskedünk még radarhatáron. Gyártunk még egy kolonizálót. Közben fejlesztünk is.
Na aztán normál, hagyjál oda még az induló pénz is egy picivel több, de most azt nem sikerült behozni. Az van ugyan annyi. Az van még egy bolygó. Igazság szerintem emelre kéne, mert ott a... arra fel a level. Leginkább esélyes, hogy nincs senki. Ja, ami kedveskedők, összesen 12 van az egész galaxisban. És véletlenszerűen mászkálnak. Ez például ugye előjött, mondom fölfelé, tehát... remélhetően messzebb jön. Ha eldöjjön egy kereskedő, akkor van gáz, mert akkor itt errefele még vannak, tehát jobb ajánló, hogy valami nem kolonizálunk. Most azért most megfigyeljük, hogy merre fog elmenni. Mert a véletlenszerű pozícióból kezdenek mindig a kereskedők, de mindig lakott bolygókra is mennek, tehát jó, tehát arra megy. Ez a második volt, amit sikerült kiírtani. Tehát majd ha felteszem az előző játékot, a túlemeset, akkor majd látjátok, hogy a Shinariot nem volt valami túlzott erős, és azért hamar meg is gyaktuk. Tehát ez megérős taktika, hogy mindig őket nyírod ki először, ugye a kereskedőket nyírod, hogy ne legyen túl erős. Amint kifejlesztünk egy tanktornyot. És most nem űrhajó, hanem tankrobotot építjük azonnal, amint lehet. Aztán persze, hogyha már eljutottunk itt, ami legalább a lézertornyos láztalpas kirokkal azonnal. Elkezdünk az űrhajókkal emenni. De hogyha már van négy bolygónk, akkor jó. Akkor ide éppen befejezzük a kolonizálást. Még a létánál előtt kifejlesztjük. Hoppá, még egy bolygó. Azt kell kolonizálni. Legközelebb. Csak most ilyenkor figyelni kell erre is, hogy ha elbaszod és bekapcsolva marad, akkor a későbbiekből abból lehet baj. Ja, hogy még nincs elég pénzünk rá. Na nézzük, mit fogtunk. Meg hamarjában építenünk el egy tangyárat, oda. Ez gyártó bolygó lesz. Meg azért normálban még annyi könnyebbség van, hogyha felfedez valaki idejekor, amikor nem támad be azonnal. Sokszor még lehet vele egyezkedni, de ez mondjuk a Hanneknél aztán teljesen abszolút mindegy, mert egy kis diplomácia. Tehát talán ha ránk támadnak, akkor annyi. Akkor nekünk leszeltek.
hogy kéne ki tudjuk venni ezt az antigravitációst, akkor ezt lehet érdemes már megválni. Itt megválasz, hogy gyorsabban szakadok le, és így kitek egyetlen lesz. És hát utána már antilevitációs tanulatot fogja átni, mert a demon fedeznek fel. Hát, ha ti felfedeznek, akkor baj van. Gondolom, nem töltünk mentést vissza. Maximum néha elmentjük. Nem is mentjük el. Mert fél évente magától is elmenti. Még azt hiszem a Corvette-ig az antigravitációs tankja. Na, mi kell hozzá a Corvette? Most éppen most azt meg kicsit elhanyagoltuk, úgyhogy egyenlőre pihi van. De majd egy tangyalat azért mindenképpen felhúzok a bolygóra. Amint lehet nyilván fejlesztek tovább. Megépíthetnénk már valamit itt is. Építek fel alapból. Lehet a helyz gomboló. Négyet, ha minden való gondolok ebben a lábba egy. Legalább nem állunk ott, mint fasz a hideg vízbe, ha megtámad. Valamelyik. Errefele a veszélyes, mert ott biztos, hogy van valaki. Csak idei kérdés, amikor bukválnánk. És olyan nekem ugye nehéz korvettet már lehet gyártani, azt már érdemes. Torpedóval persze. Tehát amint a nehéz korvett elkészül, így gyártok abból is vagy kettőt. Legalább meg mindegyiken legyen. És azzal már azért lehet valamit kezdeni.
ajtó, mire felágyulunk. Akkor sokkal lassabbak ne legyünk nála. Sivel hajzolni, hogy megvesszük ki. Akár még a hármast, és akkor az a legjobb haszunk. A zombolóknál ne elősebbet úgy se lakhatunk. Mindjárt akkor hajlá. Szóval csak gondolom, hogy egész jól állunk, mert ugye van hármas hajtóműünk, és van egy szép hajtóműünk, tehát még egyet fogom szállni. És akkor talán be is fejezzük a kalandozálást. Jártunk még egyet oda is. Szolgáltat utassuk. Lebegtető később is kifejlesztetjük. Hát jó, hogy nem találtunk, mondjuk ez a legjobb gyártónagyon. Még beépítettük még egy űrhajógyárat is, hogy addig lesz, hogy egyébként gyorsabban tudunk gyártani. Lassan nehéz korvettet kifejeztük, azt meg már gyárthatjuk is. Tudjuk a szarvastankot is, csak hogy biztosan legyen. Azt mondjuk, hogy fejlesztünk fel. Fejlesztés, a tényestől kezdve viszont
szállított hajókat is jártani. ACM-et, hogyha már van torpedója, az úgy még védekezni. Amint ezt legyártja, közelebb már korlattat fog. Valami azért legyen, amivel tudok védekezni. Ez így írva a szimulálás ki, nagyon illetve bekapcsolva hagyjuk. Felszereléseket meg majd most fejlesztjük. Köszönjük ki pajzsokat is. Nincs elég jó más ember még. 12. Egy remény két jutatot. Az felépül 14. Mire az elkészül, már egész jól álljon. Legalább pajzsok legyenek. És majd még kifejlesztik a harc, még a fegyver zavaróig el kell menni. Oké, 14. Ez már amúgy nehéz tilkálóra is elég lenne. És van egy polvettes, mint a tank is. Tehát egy nehéz polvettünk már van. Csak még csak majd még föl is kell szerelni. Nem valamag is lehetjük, mert hogy nézzük csak. Jó, inkluzus lézer, ion pajzs, ágyú, nincs nehéz torpedó, mi van, ICM-et kapok fel, ez az. Hiszem az amúgy a torpedók ellen kell, azzal lehet kivédeni. A fegyverzel való is kell. Jó, hát ha az is megyünk, akkor lesz itt.
többet nem kolonizálunk. Az ötödik vagy a hatodik kereskedő. Bolot el tudunk adni. És akkor lesz itt. És hogyha elkészül a kontinuitációs tanulmányát is. Viszont toljuk rendesen az illet. A tilalitációs tankifelé ezt. Sőt, tehát is tudunk ugrani egyet, és akkor lehet meg a tankra menni. De még nem lesznek fel addig. És ha ezt is sikerül kifejleszteni, akkor már jó vagyunk. Meg a tankot, gyorsan a tanktornyokat. Meg a tankja még biztos nincs egyiknek se. Feltéve, hogyha nem harcoltak. Megvan ez is. Most azért már biztonság kedvéért mentünk egyet, de visszatölteni nem fogjuk. Hát igen, tudtuk miért esetleg tudati csapat, az nagyon leszívja az erőforrásainkat. Kicsit meggyorsítottuk el. Csak mi minden pénzünk rámegy. Ezt is sikerül. Hogy gyorsan legyártunk, vagy hadd meg a tankot. A fogadó bizottság nem legyen, ha valaki megtámad. Nem. És legyártsuk be akkor a tankot. Másik két gyalogba se kell kapcsolni, mert csak leszívna a pénzünket. Na, valószínűleg még a lebegtetőt kifejlesztjük, az meg a tankhoz már kell, az iontól, ami pedig ráér. Aztán utána megyünk tovább az űrhajók mentén. Ezzel lehetünk portyázni is. Igen, négy meg a tank. Nehéz talán, de az már egész jó. Az már ütőképes. Még ne. Mert a fiatal levettetőt
más kell még. Van valami többi a szalágén. Vissza az űrhajókhoz. Még egyet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4. Ezt is kapcsoljuk. Jó. Gyerünk a cirkálóra. Kicsit szétnézünk a környékünkön. Már van még egy bolygó. Gyártsunk még egy valami várót. Aztán nyomjuk be azt is. Hát ha lesz egy jó bolygónk. Még egy bolygó. Ilyen szempontból szerencsék van, nincs meg a közelünkbe. Ezzel jó vagyunk. Még egy bolygó. Arra viszont tudja, hogy lesz valaki. Arra viszont nem menjünk el, mert ott viszont tudja, hogy valaki van. És jó, jó közel. Ez viszont relatíve biztonságosnak tűnik. Azt még lekapjuk. Szeramat. Illetve illetve nehéz szintre kell. Melyre fel kéne még inkább szétnézni. Egyre több jó, de lassan már hódítani is kell. Na, az is arról jött, hogy jó, ott van valaki. Ott van még egy bolygó, azt is elkapjuk. Igen, mivel a klaheneknél nincsenek kémek, ezért csak a radarhatáron belül tudunk mozogni. Nem is baj, mert bolygókat kolonizálva lehet a radarhatárt növelni. És most van rá keret, úgyhogy miért ne. Csak nem még egyet. Most a megatankunk is van, tehát a megatank az ugye a legerősebb, tehát azt, és azt már kezdtük tömeggyártani. Ezt a két szal fel is adhatjuk, ez már nem kell. Cserébb utolva, hogy terjeszkedünk, biztos valaki fel fog fedezni. De sokáig nem tudjuk meg. Na, és legalább a csepronokat kinyírták, úgyhogy a radarfejlesztést ezt nem kell annyira erőltetni. Emberi szövetség lehet még veszélyes, mert hogy ők gyorsan fejlesztenek. És valaki már hódít, hogyha valakit kinyírtak. Ez volt az első kapituláció eddig. Gyorsan gyártva, hogy csártson nehéz cirkálókat. Fejlesztést most már visszafogjuk. Az a lényeg, hogy maga a hajótest meg legyen. Felszereléseket később is ráérjük megcsinálni.
lesz majd egy... Bizony. Jó. Egy kereskedő, mínusz ismét. Jóval hamarosan készen lesz a... Bekapcsolunk még egy jó hajógyárat. Még gyorsabban tudunk felvérni. Kapcsolunk még egy tanger, nézzük ki, ennyire szívja a pénzünket. A gyártás egyre meglódult. Most már csak a fegyverzetet fejlesztjük. Plusz még nem találkoztunk az Antalikkal. Ők lehetnek még kemény diók. Megvan az első nehéz szírfáló is. Most mindegy, most egyébként összegyűjtjük egybe. Kéznél legyenek, hogy szükség van rájuk. Komposztósulál. És ha ez kifelült, akkor viszont most már muszáj a tankok alá gyúrni, vagy a radarok alá gyúrni. Legalább egy mélyülik, hogy ott a sebességét lássuk. Ha felbukkan egy ellenséges flotta, akkor tudjuk, hogy hányadán állunk velem, ugye visszatöltés nincs. Ó, túl el is. Akkor a végén tényleg lesz egy nagy, mert valaki nagyon hódít. Az már nem jó, hogyha... Ha nem tudunk. Egy olyan tanggyártást, azt hagyjuk abba. Menjen minden a hajógyártása. Hoppá. Hát ez baj. Melyik oldalunk van most tank? Arra tegyünk. Azt fedezte föl. Elfoglalták a bolygót. Rájön semmit. Nem, már a szinkronizálás be volt kapcsolva. Elrakom neked mindjárt. Lézertornyosa? Imperátor!
Igen, de nekem azért fejlettebb tankjaim vannak. Meg a tank is, és még nehéz tornya is van. Súz neki oda. Töketlenkedjetek! És mi lebegtetője? Nyugos, ez még némi lebegtetője nincs. Jobban bírja. Még a néha lőtávon vagyunk, ez akkor is. De meg a tankokkal tudok védekezni, az kiderült. Sőt, ha ott adjuk a tankokat, akkor és akkor visszatámadni. Ha pedig elkészülnek a hangosztó szilkálom, akkor jaj neki. A hangosztó sugadal gyorsan be kell fejezni. Aztán meg irányol a darok. Az idegont is. Egyet ott vagyunk. Talán minden olyan gyors, hogy... Jó, még gyorsabbak vagyunk, akkor nem lesz csata. Honnan jött?
azt most gyorsan, addig viszont lehet írni. Addig el ne kapjam. Viszont. Mindjártam bocsi össze. Ja. Bá. A fejlesztés befejeződött. Gyorsan elvédül a haromadokba. A manőverező hajtóművek bekapcsolva. Pozíció felvétele. Más. Megközelítés javítva. Tuti van. Az nem ellenfél. 10 meg a tanknak mi lehet még ellenfél? Arról a két elsőd az nem. Köszönöm, hogy semmi. Aztán majd gyorsan megnézzük, hogy ez saját bolygó vagy elfoglalt. Most viszont már terjeszkednünk kell. Kombinált vadallal már a flotta összetételét látjuk, tehát most a mélyül azért, hogy a sebességét is lássuk. És akkor most szépen találunk egy pár épületet, nagyon jó. Igen, ezért nem kell neves épületeket fejleszteni. Stadion is megvan, azt is kifejlesztette. Nagyon jó. Jó, hogy így gondolnám. Kérdőszpont sem kell. Szóval sem tudjuk mire használni. Tegyük föl rá is. Mi jövődal? Föltesszük rá, mi jövődal az. Hoppá, ezen már van gépágy is. Nagyon jó. Nézd meg a tankkal, de le tudjuk gyűrni.
az lézeres. Ez lehet, hogy nem fog sikerülni. Mindegy, amennyit lehet, annyit. Annyit bedobbantunk vele. Muszáj meg gyengítenünk. Végül csak egy veszteségünk volt, az jó. Most már osztály az, hogy fejlődjünk ki, bevétel kell, és ahhoz meg így el kell adogatni a gyártóépületeket, tehát már csak ezért megéri. Egy tankot ott vagyunk, hogy ne tudja visszafoglalni, nem egyszerűen. Ne nézzük csak. És ez az ő bolygója, az ember bolygó. De sokkal jobban áll, mint én. Elvesztjük még az atomtalpadót. A csatahajó még biztos, hogy sem. Ahhoz, hogy stadionja legyen meg lézeles elődje, hát ez már hatta volt el. Szint. Minél jobban meg kell gyengítenünk. Ezzel viszont nem szórakozunk, vissza fogunk vonulni. Azért a nyárait a szép ügy, csak hogy felvételni ne örülhessen. Meg tangyártó bolygó az is, tehát... Nem állt az, hogy jártam, csak a kapacitását elbukja. Jó kis idejét, tankokkal látadásztítás. Még hogyha össze-vissza csalis a gép, és akkor nagy ütőt elveszi, mert ennyit azért nem kéne, hogy elvegyen. Kolonizáló? Nem kolonizáló, vagy az? Is sok az erőt. Szóval egy kicsit meggyengítenünk. És két bolygóját elfoglaltam, kettőt meg el fog veszíteni. Ez már egész jó, mert négy bolygó nősz. Meg a gyártó kapacitását kell visszavennem, hogy én tudjak gyorsabban gyártani, ne ő. És akkor meg már nem sok esélye lesz. Sokan megy. Ezt is nem írtuk. Na, még valahol volt. Na. Van benne tanul. 12-es, én 14-es vagyok. Ott három cirkáló, két korlát. Nem vagyok még megye,
végig, hogy most amit legalább el tudom menekülni. Van ki rendesen, csak ezzel nekem dolgozik. Konkorúja úgy sincsen. Speciális egy emberesen sajátosan sem nagyon feltámolna. Tehát a főleg gombolói vannak. Ez fészség a kolonizálta. És ebben tetéd? Ekkor beszoktad. Jó sok tankot legyártott azért, azt javállok elírni. És elég nagy irodalma van, hogy ilyen gyorsan még pótolni is tudta. De most simán elbuk megint vagy 30 tankját. Hol fogja ezt mind feltölteni? De utóbb el kell, hogy fogjanak a tankjai. És most bukott el gyártási kapacitást is, tehát olyan nagyon meg bevételt is, tehát olyan sok tankja nem lehet. Úgy csak nagyon lehet. Ezek duplák, ha már csak négy tankod van, picinyem. Sokkal nem mész velük. Akkor az elég még jól lehet védekezni. Csak mindenhol, hogy még legyen tank. Most nyilván a tankért kell mennie. Szépen. Arra
filmben nem kérdezett ott maradad. Cserék a bajsok modellnek, de... Most viszont alaposan, hogy viszont az Antali az nagyon erős. Biztonsági mentés csak, de hát látjátok, eddig nem töltöttem vissza egyet, itt vagyunk. Egy tankot felvett. Csak tudnám honnan. Most sem az, hogy az ilyen tornot felveszünk. Szájé szerintem a kutatását, amit be tudjon fejleszteni. Mellette van az Antalya, és valósan a padat kivizenni. Ez most valamizálta. Köszönöm szépen!
kicsit visszaveszem a fénykedését is. És arra kell majd vigyázni, hogy hamarosan hatat fog üzenni valószínűleg az antari is az embereknek. Aztán meg nekünk, tehát hogyha ad az embereknek, akkor viszont el kell taposnunk azonnal őket. Nézzük, hogy állunk. Hát az Antalinak nagyon sok bőrűvel van. Tehát valószínűleg ő gyakorlatilag mindenkit. Ennél viszont fegyelzel a lókkel, az egyértelmű. Csak az utolsó kettővel ír el. Valahol egy tankveszteséggel eddig jó vagyunk. Remélhetőleg azt is még tudjuk nyírni azt a lézereset. Ha ez sikerül, akkor már nagy baj nincs. A gépvágyús az már nem jön fel. És ha elkészül az Ivontól, akkor még ennyire se lesz az. Tudjuk gyengíteni. Már a hagyjától bolygóját elvesztette. És még lehetne vissza is tudja foglalni, a nagy gáz akkor sincs, mert hogy egy áldakat leszedem róla, akkor a fejlődésben azért jobb jelassul. Minden már nem vesz fel a tankot. Az a lényeg, hogy tankot le tudjon felvenni. Azt kell megakadályozni. Viszont majd el kell mennem tankokért. Az egy... Igen, ezt már nem. Ezt nem tudjuk elfoglalni. De az azt mondja, hogy tangjátó. És itt is egy kis pusztítást kell végeznünk. Amit lehet az szétkapni. Legalább a tankjait meg ne tudjon tankot fölvenni. Ez kezdetnek jó is lenne. A tankok pedig nem ellenfelek.
Szedni. A labolokat is. Stadiont. Érvőd áll a gyalakodás. Ha már olyan sokan vannak, hogy kell. Aki ilyen központnak adhat. Kérlek kell, nem tud átadni. Ezt adom, hogy meg tudod, hogy megkerülni. Szerintem ez már elég az, hogy fellázadjanak. Ja, nem tudjuk megkerülni, akkor nem lép. Akkor mint aki jól végezte a dolgát, most leglépünk. És majd szépen megvárjuk, ameddig fellázadnak. Na? Semmi? Semmi. Most a bolygója. Valahonnan biztos, hogy fog majd tankot felvenni. Az egy bolygója van. Okay. Jó, akkor megadhatom rá az ion torzot. Helyes. Az innestől kezdve meg már semmi. Kiesünk az Antalitnak. A fejlesztés befejeződött. Így is. Van egy cirkáló. Most mikor leszünk. Ott van még egy bolygó. Jártás is van rajta. A bolygócsapást is kifejlesztik, meg az is jó élet. Az ugyan mi az istenre jó. Nem hiszem, hogy ki fogom fejleszteni, csak úgy érdekel. Ja, halad azzal a lelket kiszűrjek, most azért nem pocsékozunk a legfagot. Most már igen, tömeggyártási. Az ilyen tovább egyébként jobb, mint hogy a kérdés, hogy azt nem lehet zavarni.
palét, én most már aztán sokat nem tud kezdeni. Azon csodálkozok, hogy az Antoni még nem támadta be az embereket, mert én ezt erre gondoltam, hogy ez lesz. Ez már egy győzött. Mit támadsz? Erősebb vagyok. A fejlesztés befejeződött. Igen, most már kiindulhat és fejlesztjük ki, mert azt is lehet. A fejlesztés befejeződött. Csak én megmutassam, hogy mire jó. Hát itt látszik, hogy részeleségét van még csak rajta. Viszont hoppá, neki már van a tankja. Egy támadjunk rám, mert aztán gyorsabb ezt, és akkor utána lesz. Ez itt van valami érdekes érdekesség. De a tízes a létárja, ez a szerencsénk. Még csak részelt oldat ismeri. Elfoglaltál egy bolygót. És mivel is a négy szűrt nem volt, mert pedig fegyre szabadult vagyunk. Igen. És a tankokat meg már szabad hagyjuk. Ez egy egész jó végő. Szóval megjegyezzük magunknak. Levesszük az adót, hadd szaporodjanak, mert még viszonylag új. És ez Cseblon volt. És még a sinarikról nem volt szó. Ők még nem kerültek elő. Hiszen viszont csak gépvágyós erőd van. Az piffak lesz együtt. Veszélyes lehet, hogyha az MK5-ös hajtóműig elmegy, úgyhogy... És arra van minden esélyünk megvan. Így, hogy már... De van neki mindene. Igen, így lehet legbajok. Nem is kicsi. Meg ráér az emberi szövetség, az ott a rezervátumban el van. Ő kapom olyan ellenfelek most. Ott ezt az egy bolygós rezervátumot meghagyom nekik. Pillanat, csak felkapcsolom a villanyt.
ez egy gépvágyós előcím, de ez... Hát a kicsit visszaessük a fejlesztésbe, hogyha elcsaklizom a laborjait, és ha nincs még lebegtetője, akkor ezzel meg is tudom élni. És itt nagyon sok bolygója van. Ezek még nem is a hő bolygói. Ezeket zsákmányoltak. És remélhetőleg van még a közelébe. Azt mindenképpen el kell érni, hogy én gyorsabban tudjak gyártani. Tehát minél kevesebb gyártóbólója legyen. Jajjaj, megint ott meg. Na, ezért nem jó az, hogyha mentés nélkül játszunk, mert ezekre figyelni kell, hogy el ne felejtsek tankot ott hagyni. Mert ez visszatöltésen a tudatvésésre, de sok idő elmegy. És akkor nem tudom, hogy újság a gyártóbólyó. Emeljen mindenképpen. Ezt a bolygóját nem tudta védeni. Egy-két tankvesztesség ilyen meg lett. Viszont már sokat nem tud kezdeni. Nincs tankja. Nekem viszont van bevételem. Abból leromboltak a gyárait, tökéletes. Semmi. Igen, hát ezek igen oda a határon túl vannak. Melyik bolygómat fedezhette fel? Túl sok lehetőség nincs rá. Előnye is van. De eddig csak egy-egy nincs baj. Hát muszáj most már így
minél jobban meggyengítene még addig, ameddig lehet. És gyártsunk ott is. Mi ágyúja is van, de hát az nem ellenfél. És én nem találkoztam a flottájával, és addig jó nekem. Tehát nem tudom milyen flottájon és milyen erős. Tehát ha 5-es hajtóbibbia van, akkor még gyorsabb is nálam. Úgyhogy akkor nem lesz egyszerű. De fegyverzavaróat viszont használ, úgyhogy az nekem is kell. Úgyhogy valószínűleg az ágyúkra is szükség lesz. De még nincsenek nagy erős tankjai, szerencsére. De ez egy tankjától bolygó volt, bassza meg. Úgyhogy ez így jó. Nagyon jól választottunk. Azt kell megakadályozni, hogy összesen tankokat vegyen fel, meg hogy gyártani tudjon. Tehát most hoppá is. Ez egy Iberon bolygó volt, igen. De most szerintem már Godanokat, most Iberonokon is kinyírták az erőd nem építőseket. Úgyhogy szépen most ezt is bedobbantjuk. Így is van, én központot is bedobbantjuk. Bár visszatöltem, hogy mindig nem töltöttem vissza, de mentünk. Hát, nekem már 24 bolygó van, neki minimum kétszer annyi. Úgyhogy szerintem meg se érzi, hogy elvesztett hatot. Legalább. Mióta itt legyen. Tehát most az első lendületből kell minél többet szétkapni környékén. Hatóanival a birodalmába, ahogy csak lehet. És most még fejlesztünk, már fejlesztünk érdekes módon. Már lehetni valamit kéne, mi az ágyunkat azért még fejlesztjük, mert itt fizé fegyverzavaróval fog gondolni. Erre feleljön? Volt. Be lehet állítani, hogy csiki-csuki iztatni. Ezek az Iberonos hódításai. Úgyhogy 12 tankos másik útba lesznek foglalni. Az a kérdés, hogy milyen sebességű a flottája. Ha nem 18-as, akkor nincs nagy baj. Még idejében elkaptuk. Még 16, akkor viszont már időkérdése is 18-as lesz. Úgyhogy tényleg itt gőzelével gomboljunk be mindent. Tehát amely bolygóhoz hozzáfél, ott aztán tényleg minden. Van rajta mutató központ, akkor azt gomboljuk le. Ne legyen neki a bővevétele. Egyet ott hagyunk. Csak egy lássuk, én csinál. Egy-egyet.
Spotify mennyire erős, bár mondjuk annyira nagyon nem lehet erős, hogyha csak 9 hangja van, de nem baj. Ameddig lehet, addig nem akaszkodunk a összevonás. Az enyém csak 14-es, úgyhogy utolom fog érni. Na nem baj, akkor 6 lesz. Egyre szavarunk van. Neki is van, csatahajója is van. Neki padalizálói vannak szerintem. De milyen spécifegyverei lehetnek, mert szerintem ő is fog zavarni. Na, fegyverzze a valót. Hát ez ennyi volt. Hamvasztó ellen esélyese volt. Szerintem egyhagyó veszteségünk volt, de hát annyi belefért. Annyi belefért, egyhagyó mínusz. Megérte így is. És akkor ott azon a másikkal meg szépen a freedom-a, ami van ott. Akkor most nézzük. Szépen felépítünk a formig egy termelés növelőt is. Oké. Ez a mindig így vele? Az hát.
És még mindig idő, mire összeszed annyit. Sok idő, mire összeszed annyit, megint tapokat meghajolsz. Nem tudja, hogy hány bolygója van, de legalább 10-et elvesztett már. Azt már csak megérzi. Hogy állunk, most nekem van 30. És a sinalik még nem. Én nem írtak a színre, se aggodalok. Csebbenokat legyőzték, Toluanekert legyőzték, Iberonot legyőzte, embereket én győztem le. Tehát marad, és még a sinali is ott van valahol. Az még nem, még a sinari meg se jelent. Viszont... De nem még azt mondja, hogy ilyen sok bolygója van. És előül ennyire? Hát az nem létezik, mert most győztem le minden seregét. Honnan lenne ennek még serege? Van egy űrhajója. Most valami szálltad. Még arra fel is vannak bolygói. Se baj. Összesen van 99 bolygó, 30 már az enyém. Ezért sok nem marad neki sem. Neki lehetett olyan 30 körülbelül. Azt lerombolom, hogy hozzáfér. És semmi is. Bum! Ide kapoltad a tankjait. Na nézzük mi. Kifejlesztett alakult a tankettőt. És azt hiszi, hogy az azzal a az dolgot talált ki. Sikerül megakadályozni az, hogy tankokat gyeres volna? És igen. Kötyi megyen fel a tankokat bárhonnan. Tank? Aha. Ott amit benne tank. Bolygókra veszélytelen. És ezzel a videón fog megerősödni. Ez
úgyhogy nem értem, hogy csinálni sem ezt tudod is. Bár még meg zavartalanul tudod fejlődni, mert eddig nem támadta be senki. És még egy tangját tudod volna. Nem se fog már tankot felvenni. Nekem meg közben ugye semmi dolgom nincsen, csak fejleszteni. Gyártani. Az ő kontójára meg most aztán még nem tudok fejlődni. Nem akadályok benne semmi. Tudod, hogy hallgasztóan kell annyi. Ezeket hülye vadászokat tudnám felelni. Ezek is csak arra jók, hogy ilyenkor is szépen idegesítsenek, hogy semmit nem tudnak csinálni, viszont csak eljutott tartóikat lelövöltözni. Szóval van egy ilyen nézet, akkor most már mutatom ezt is egy vadász szemszögből. Csak meg, hogy egy átlagos nehéz cirkáló, hogy néz ki. Hát ugye semmi, hát akkor még a pörsót sem tudta lelőni. 176 HP-val azért semmi esélye nincsen. Ugye 3000 arcos tüzelő, ugye turbo lézer, mágneses pars, az a legjobb, amit rá lehet tenni. A atomtort pedig ugye szintén, hogyha nincs ICM-i, akkor az sokat rombol, hamvasztó sugár. Egyik hamvasztó helyett meg majd valószínűleg felrakok egy ágyút, hogyha fegyverzavaróval fog nyomulni. Mert ugye a fegyverzavar az a távolsági fegyvereket tudja zavarni, de szerintem az ágyúkat úgy emlékszem, hogy azt nem. Hát és ennyi, hogy egy űrhajó van, 24 vadász. Igazából csak mondjuk a vadászokra vonatkozik inkább, de most semmi jelentősége. Tehát előtte gyakorlatilag már nem nagyon adunk labdába, maximum egyszer-két személy tankokja kell visszamenjek, hogyha túl sok fogy, de most igazából, mert nagyon erős bolygóknál is egy-két tank vesztesége volt csak eddig. Egy picit lesz több, mert ugye egyre kevesebb tankok, ugye egyre kisebb a tűzed, vagy egyre több veszteség. Úgyhogy még az lehet, hogy vissza kell menni tankokért. Meg ugye ebben a flottában kevés tank van, tehát ez...
ezzel majd nagy inváziós erő nem lesz, tehát szerintem itt ez helyben ennyi, hogy egyik nehéz előbb talán még kinyírja, a másikat már fogja. Sőt, még a végén lehet, hogy sikerülni fog. Hát ha, bár nem túl sok reményt fűzök hozzá, ha sikerül. Hát majdnem sikerült. Mindegy, egy picivel erősebben ma menni fog ez. Most visszamegyünk. Hozok még. Így gyártódik már valami, aha. És nagyobb gyártási kapacitással kell gyártani. Van termelés levelő, van. Akkor mivel legközelebb visszajövök, akkor ez már csak történelem. És hogy ezek a flották egyesülnek, akkor már ugye... Nem lehet mondani, hogy sinalit se kinyírna, viszont biztos ott van a balsarokba. Az még érintetlen terület. Adok én neki mindjárt. Gépágyús eléd, ugye? Már komolyan gondolzott ezt. Erre küldte volna rá a négy tankosat, már ezért lenne jó, hogyha menteni is lehet, mert akkor visszatöltés, hát ha az. Ez kevésbé védi, arra rá küldve. Csak hoppá, de ez godanos. És közben itt rombolom a bolygóit, csak hogy teljes legyen a siker. Ott a következő. Mondom, itt véged lesz, mint az nagy botnak. Minden legyárt még egy hajót, mert már rengeteg bolygóját elfoglaltam. Hát ez gyors volt megint. Ennyit az életpontjáról. Ez is megvan. Nem volt még ideje felgyógyítani. Sokakat legyőzött az Antali. És tényleg sok bolygója volt. Hát előbb nincs, csak tank. Jó, viszont szép elég az kis adaszolós taktikával szokott ilyenkor támadni, hogy így lehet átvenni. Egyre rátámadsz, akkor még mindig azt kezdi el kergetni, úgyhogy szépen besétáltatjuk ide. Elsétáltatjuk itt előttük, itt a felfejlődött tankokkal szemben is ennyi. Szépen a fűzvonalba bejönnek, és innestől kezdve már sok esélyük nincs. Még frissen kolonizáltad? Aha, de sok odan volt. Valahány, még egy. Ilyen jó a nyomod. Két nehéz előtt, és még tank is. Ez is bolyan. Az előbb még valami 30 bolygó körül volt. Mi van? Még 43 bolygója van? Ezt nem hiszem el. Annyi nem lehet. Viszont a sinelő akkor nagyon gyenge, hogy ezzel tényleg ennyi van még. Még visszatámadni se tudnak. Na gyere. Gyere.
aztán gyáros volt. Menjünk ide, azt fejleszték ki a csatafejét, hogy 360 évet ne csinálja. Ne csinálja, nem kell. Köszönöm, hogy na, ez az, amikor már... Ez már valami komolyabb elhalás volt legalább. Sokkal mondjuk ezzel sem ment, de... De már kezdenek elfogni. Csak tankok. Gyere. Gyere. Gyere, 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 gyere. Esélyed van. Az Iontorinak erősebb a hatótárja, és zavart is lehet. Ennyi. Jó, hát ide már kezd unalmas lenni így a vége a játéknak, mert nem tudsz már mit csinálni, hát semmi eleje nincs már, de azért még harcol. De hamarosan megint összegyűjt egy fortát. Csak ki kell iktatni a tangjálait, és akkor már nem, akkor már nem. Nem tud semmit se csinálni. Mindig először a tangjárakat kell, így ne tudja a tankot felrendni. A tank nélkül meg az úgyse tud bolygót foglalni. És most két oldalról van, úgyhogy semmi esélye megint csak. De ha hamarosan majd tankok ér kell menni. Akkor lesz itt egy kicsit nyugalmazott. Na, nem jött még ide. Is. 12-vel már tud harcolni. Jó. Szerintem itt a vége. Ez már fog sikerülni. De legalább az egyik nehéz erőből szét tudjuk lőni, az már valami. Meg a tankokat. A tankok pedig nem ellenfele. Mennyik ilyen központja van, amik azért tudott ilyen gyorsan fejlődni, mert sok birodalmat meghódított.
átmennék szimulálásod. Földi harcot szimulálj. Így lehet, hogy gyorsabban megy. Látjuk a simelitot. Hát így meg nagyon legalább tudtak felfejlődni. Egy bolygójuk azért van. Jött. Ha most már csak az a kérdés, merre másznál. Valahol a jókat fog gyártani. És ezek a valóban a tali. Csak le. Hát jó, ott a sinagy az harmad gyenge most már. De most így, hogy már csak 55 bolygója van. Nekem az 55 bolygó. Hát neki meg lenne, meg akkor talán most van olyan fele, annyi. Harmad annyi. Aha. Ez nem megy az ezzel, nem megy az ezzel, ez azért még az olyan kényen. De most magasabb fokozatra kapcsoltam. Sok van még. Jó, valahogy nincs több. Hát akkor harcoljunk valahogy. Mindenek érkezett meg. Sinavik? Ő neki esett a sinaviknak is? Na jó, hát ezt nem hagyjuk. Átkapcsoltuk mindegyiket. Most akkor hol tartunk? Van 61 bolygónk. Egyen elfény neki. Most egyre csak a vadászokat szelegeti azzal meg ugye. Nagyon sokra azzal nem megy. És ez is jövő volt? Az. Elmehetünk tankokért. Simáig vagy gyorsan tartsra tette. Na, Antonynak akkor is több bolygója.
sem, nagyon sok a sinaliknak se lehet. Bár azért van egy 8 jövőgyös flottája, viszont nincs tankja. Nem én neki valamilyen, bár most már úgy néz ki, nincsen, mert különben nem mennek alandozni. Aha, megvan. Ezt még úgy sem mutattam meg nektek. Annyiszor láttam már, hogy mindig elnyomom, de akkor most hagyom, hogy menjen végig. Annyira nem is volt így nehéz, és nélkül azért még lehetetlen szinten nehezebb lett volna. Jó, hát ennyi. Itt a vége. Felvét.